0-0-ás döntetlent játszott a Haladás otthonában a Vasas tegnap este, ezzel pedig megnyerte a labdarúgó MB2-t. Az angyalföldiek a DVTK vasárnapi vereségével már biztos feljutóként léptek pályára a 35. forduló záró meccsén. Az első félidőben távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, ezek közül a legpontosabb Berecz Zsombor kísérlete volt, de a hazai kapus nagyot védett. A szünet után inkább a fehérmezes szombathelyiek irányítottak, de gólt egyik csapat sem szerzett, így tehát 0-0-ás döntetlennel ért véget a találkozó, a Vasas pedig bajnok lett. A lefújás után természetesen óriási ünneplés következett, a vezetőedző Kuttor Attila is kapott a nyakába pezsgőt bőven, miközben kollégáinknak próbálta értékelni a mérkőzést. Annyit azért elmondott, hogy a küzdeni tudásnak nagy szerepe volt a feljutásban. Amikor harcolni kell, vagy küzdeni, akkor harcolunk és küzdünk, amikor futballozni, akkor futballozunk, és most ez kevésbé dominált, inkább a küzdelem része, de azért nem gondolom, hogy meg kell magyaráznunk, hogy sikerült megnyernünk a bajnokságot, és ennyi mérkőzés, hoztunk le. Mondtam, hogy ez egy maratoni bajnokság, aminek most érkeztünk el idézőjelbe a finiséhez, és nagyon örülünk neki. És ahogyan ígértem, a következő percekben is a Vasas feljutásával foglalkozunk. Itt van a stúdióban Nagy Miklós sportigazgató, illetve Pátkai Máté, az együttes középpályása. Jó napot kívánok, szervusztok, gratulálok a feljutáshoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hosszú volt a hazaút tegnap szombathelyről? Hosszú volt, de jól telt, eseménydúsan telt. Meg volt az ünneplés méltóképpen? Azt gondolom, hogy igen. Az egyik legjobb ünneplés volt, amit eddig átéltem, ugye ez a negyedik bajnoki címem, MB2-ben az első, úgyhogy az egyik legjobb volt. Egy nagyon-nagyon hosszú út vezetett odáig, hogy a Vasas jövőre majd már az MB1-ben szerepelt. Ugye 2020-ban lefújták az MB2-es bajnokságot idő előtt a Covid miatt, tavaly drámai körülmények között maradt le a feljutásról a csapat. Azt mondják, hogy ilyenkor édesebb a siker, azért egyetért? Egyetértek, maximálisan hatalmas feszültség és érzelmek szabadultak föl tegnap este bennünk, úgyhogy valóban jól sikerült ez az ünneplés, és nagyon tudtunk örülni. Hogyha az út kezdetétől eltekintünk egészen idáig, hogy most itt tart a klub, akkor milyen volt ez az út? Hát ez egy hosszú, rögös, küzdelmes út volt, de hát ennél édesebb a siker valóban. Nem biztos, hogy most végig mondanám ezt az egész történetet, de valóban azt gondolom, hogy nagyon sokszor nüanszokon múlt az, hogy nem tudtunk előbb sikert elérni, de most így utólag visszatekintve talán nem is olyan nagy baj, mert meg kellett érnie a csapatnak arra, hogy feljussunk, és ez az utolsó fél évben sikerült. Kuttor Attila vett át a nyáron a csapat irányítását. Mi az, amiben ő változtatott ez alatt az egy év alatt, és tulajdonképpen hát izgulni nem kellett azon, hogy a Vasas feljut-e vagy sem? Azért ezen nem biztos, hogy egyetértek, mert azért voltak olyan pillanatok, amikor döntő szituációk voltak egy-egy mérkőzésen, egy-egy lélektani pillanatból jól jöttünk ki. Így a végére kinyílt az olló, és abszolút megérdemelten jutottunk föl. Kuttor Attila stabilitást hozott ennek a csapatnak, és azt hiszem, hogy tavaszra jött ki az a munka, amit elkezdtünk vele ősszel, és ez azt hiszem, hogy az eredményeken, ezen a hosszú góltalansági rekordon is meglátszik, hogy összeérett ez a csapat. Láthatuk itt az előbb a bejátszóban az ünneplést, úgy tűnik, hogy teljes az összhang a játékosok, illetve a vezetőedző között. Azért gondolom, egy sportigazgatót ez jó érzésekkel töltene. Maximálisan, tehát ez nagyon fontos, hogy meglegyen ez a kohéziós erő, és ez szépen lassan ez is kialakult. Ugye egyre kevesebb érkezőnk volt az átigazolási szezonok során, és alakult a keret, tehát úgy, ahogy érkeztek, úgy távoztak is játékosok, és hát ugye van egy stábmunka, egy elég nagy szakmai stábban dolgozunk, vezetőedző mellett, körülbelül három pályaedzővel, videóelemzővel, erőléti edzővel, és számos szakember a háttérből segíti a munkánkat, úgyhogy ez egy komoly stábmunka, és a keret is szépen lassan szerintem megszokta a stábot, és oda-vissza, és hát valóban ezek az alkalmak azok, amik építik a csapatot. Mennyit számított az, hogy azért az előző évben már volt egy olyan maga, amelyik egy szezont együtt végigjátszott? Szerintem fontos volt, tehát minden fél évünk, minden mérkőzésünk hozzátett ehhez a mostani sikerhez. Szerintem ez egy fokozatosan, organikusan
épülő történet volt. Nyilván vannak ebben mérföldkövek, de mindig mindenből tanultunk a vereségekből és a sikertelenségekből is, úgyhogy szépen lassan épült ez a dolog, és most értünk el oda, hogy megérett arra, hogy sikert is elérjünk. Vannak a csapatban rutinosabb játékosok, mint például te, vagy éppen Fecsesin Róbert, illetve vannak fiatalok is, akik meghatározó szerepet töltöttek be. Az öltözőben nektek milyen szerepetek volt abban, hogy ez az összhang a játékosok között is meglegyen? Nyilván az idősebb játékosokra mindig nagyobb szerep hárul abban a tekintetben, hogy egy-egy nehezebb időszakban igenis a hátára vegye a csapatot, nem feltétlen csak a pályán, hanem a pályán kívül is az öltözőben. Én azt érzem és azt éreztem, hogy akár a Fecsesin Robival, vagy a Jova Levivel, ő is egy rutinos játékosnak számít. Úgy érzem, hogy ezeket jól megoldottuk, ezeket a dolgokat, sikerült áthidalni a nehezebb időszakokat. És ahogy említetted, igen, voltak és vannak olyan fiatal játékosok, például Jimbor Patrik, aki igenis kiharcolta azt a dolgot, hogy a szezont végigjátsza, és azt hiszem, hogy egész szezonban jól teljesített. Ez a keret akár egy jó alap lehet jövőre majd az NB1-re is? Alapnak abszolút jó, viszont azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az NB1 és az NB2 között azért van differencia, és lehet, hogy sokan azt gondolják, már tavaly is azt gondolták, hogy ez egy NB1-es keret, de azért ezt jövőre meg kell mutatnunk nekünk, és ezt be kell bizonyítani, és nem biztos, hogy túlságosan nagy elvárásokat kell e felé, a csapat felé támasztani. Pontosan amiatt, mert lehet, hogy sokan egy picit túlértékelik ezt a játékos keretet, illetve azt, hogy most az NB2-ből simán följutottunk, aztán, hogy ez mire lesz elég az NB1-ben, az már megint egy másik kérdés. A napokban azt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy nem terveznek külföldi játékos szerződtetni. Most azért, hogyha végigböngészi az ember a Vasas keretét, akkor nekem legalábbis az volt az első megérzésem, hogy ennek a csapatnak nem hiszem, hogy a kiesés ellen kell majd harcolnia, mint oly sok újonc klubnak az NB1-ben. Egyetért ezzel? Teljesen nem. Tehát én úgy gondolom, hogy maximálisan osztom azt, amit a Máté mondott. Tehát nem szabad, hogy hagyjuk magunkat elaltatni. Ezt a hibát egyébként már részben elkövettük tavaly, amikor mindenki esélyesként tekintett ránk, és lehet, hogy egy kicsit mi is elhittük ezt. Tehát én azt gondolom, hogy semmiképpen nem szabad túlértékelnünk magunkat. Gyakorlatban ki fog derülni az, hogy a két osztály közti különbség az mekkora, és hogy nagyon nyomás alatt is meg tudjuk-e valósítani azt a játékot, amit itt a második vonalban megtudtunk, és a szezon vége felé már néha látványos játékkal párosult, de semmiképpen nem szeretnénk nagyra törő terveket, és semmiképpen nem szavakkal szeretnénk ezeket a dolgokat alátámasztani, hanem majd a cselekedeteinkkel. Akklimatizálódni szeretnénk az élvonalhoz, szeretnénk ott stabilizálni a helyzetünket, és az első szezonra vonatkozó tervünk az nem is lehet más. Mekkora játékos mozgás várható? Zajlanak-e már esetleg a háttérmunkálatok ezzel kapcsolatban? Nem túlzottan mélyedtem bele ebbe a történetbe, jó lehet ez a munka, ez egy 0-24-es és folyamatos tevékenységet igényel, de nem, tehát most arra koncentrálunk, hogy ez a csapat sikert érjen el. Most már lassan múlt időben beszélhetünk erről, de egyrészt van még 3 mérkőzésünk, amit szeretnénk becsülettel, sportszerűen és maximális odaadással végigjátszani. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a koncepciónk az volt, hogy ne építsünk új keretet a nyáron. Tehát morálisan is ez a kötelességünk, hiszen ezek a játékosok vívták ki ezt a sikert. Másrészt pedig ennek megvannak a szakmai okai is. Ez az eddigi szereplésünk során is látszott, hogy az őszi szezonban még néha akadozott a gépezet, a tavaszi szezon volt az, ahol már valóban megvolt az osztálykülönbség, és néha látványosan is játszottunk, meg a statisztikáink is azt mutatták, hogy megérett a csapat az élvonalra. Ezen a vonalon el kell indulni, erre lehet építeni, ez egy jó dolog, hiszen most mondhatjuk azt, hogy van egy csapatunk, ami ebben az osztályban már sikeres tudott lenni, de egész biztos, hogy frissíteni, erősíteni kell, de nem várhatók hatalmas változások. Máté, a Transfermarkt szerint június 30-áig szól a szerződésed, elkezdődtek már a tárgyalások az esetleges hosszabbításról? Ez egy téves információ, mert jövő nyárig szól a szerződésem, úgyhogy egyelőre még nem volt erről szó.
Akkor ezt rosszul láttuk. Egy kérdés jutott eszembe veled kapcsolatban, amikor Vasashoz igazoltál, akkor ugye visszaléptél az NB1-ből az NB2-be, a válogatottban alapember voltál, nagyon-nagyon fontos gólokat szereztél Wales, illetve Horvátország ellen az Európa-bajnoki selejtezőkön. Így, hogy most elértétek a végső célt a Vasassal, ugyanakkor kevesebb vagy egy Európa-bajnoki szerepléssel van benne, de mi a tüske? Egy picit javítanám ezt a felvetést, mert amikor a Vasashoz igazoltam, akkor már nem egészen voltam alapember a válogatottban. A Nemzetek Ligájára már akkor talán egyszer hívott meg Marco Rossi szövetségi kapitány, és utána igazoltam a Vasasba. Én amiatt igazoltam akkor a Vasasba, mert szerettem volna játszani, pályán lenni, akkor ezt Fehérváron nem éreztem, hogy erre olyan sok lehetőségem lenne. Természetesen én akkor is úgy számoltam, hogy abban az évben is azt terveztem, azt szerettem volna, hogy abban az évben följött a csapat, és adott esetben még vissza tudok kerülni a válogatottba. Most, hogy az első osztályban fogunk játszani, ugye Marco Rossi kijelentette, hogy ő csak és kizárólag az első osztályból tud meghívni a válogatottba a játékost, vagy külföldről. Ennek a kritériumnak meg fogok felelni, ha minden jól megy, viszont azt is látni kell, hogy elkezdődött a válogatottnál egy olyan folyamat, hogy leginkább keresi Marco Rossi azokat a fiatal játékosokat, akiket be tud építeni a későbbi válogatottba, és nem biztos, hogy ennek a válogatottnak már mondjuk rám lenne szüksége. Természetesen én nem mondtam le a válogatottságot, és nem adtam fel az álmaimat, szeretnék még a válogatottban pályára lépni. Az, hogy erre meg lesz a lehetőségem, ez a jövő zenéje. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az NB1-ben, ha úgy teljesít az ember, akkor még akár meg is kaphatom a lehetőséget. Meglátjunk, szurkolunk. Egyetlen egy kérdés még, nagy tradíciókkal rendelkezik Magyarországon a Vasas, most aztán újra ott van az NB1-ben. Ha nem egy szezon tekintünk előre, hanem mondjuk előre nézünk 3-4-5 évvel, akkor mi a hosszú távú cél? Újra ott lenni az elitben? Mindenképpen nyilván nem lehet más egy Vasas célja, mint ott lenni az elitben. Nagyon nehéz ugye a labdarúgásban, és nem csak a magyar labdarúgásban hosszú távon tervezni, de nyilván célok nélkül pedig nehéz lépdelni, tehát ez lehet a célunk. Valóban ebben az első évben szeretnénk stabilizálni a helyzetünket az élvonalban, következő szezonban szeretnénk egy kicsit előrelépni, és hát nyilván szeretnénk a tradícióknak megfelelően szerepelni hosszú távon. Akkor én ehhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert Nagy Miklósnak és Pátkai Máténak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük.